Szervusztok! Ismét egy hangouttal jelentkezünk, és az elmúlt hangout óta sok minden történt, és most egy olyan új ember a vendégünk, akit szeretnék bemutatni nektek, remélhetőleg az interjú után nagyon sok okossággal lesztek gazdagabbak, és egy olyan sportembert ismertek meg az ő személyében, aki azt hiszem pozitív motivációt jelenthet mindenki számára, ő pedig Berasztó Dávid. Sziasztok! Kiváló úszó, aki decemberben a dániai rövidpályás Európa-bajnokságon aranyérmet nyert, méghozzá úgy, hogy óriásit hajrázott, így van. És hát kicsit beszélgetünk most vele, megtudjuk azt, hogy hogy kezdte az úszást, hogy kerül kapcsolatba egyáltalán az úszással, ugye egy úszó családból származik, de ezt majd ő is el fogja mondani. Aztán rátérünk arra a témára, amiatt itt vagyunk, mint mindig, hogy próbáljuk okosodni. Akkor légy szépen, Dávid, mesélj arról, hogy hogy kerültél kapcsolatba az úszással, bár azt gondolom, hogy ez nem lehetett kérdés, hogy te családban. Hát nagyon nehéz dolgom volt. Ugye hát egész családom szinte, édesanyám, édesapám ugye olimpiai ezüstérmes világbajnok úszó volt, úgyhogy szerintem sok választásom nem volt a húgommal, hogy melyik sportágat tűzzük, annak ellenére, hogy próbálkoztunk mással is, kosárlabdával. Diamersét a kosárlabdáztunk együtt, úgyhogy... De hát a végén itt ragadtunk az úszodába, és ám lassan 15 éve mindennapos ez a dolog. Ez elég kemény, és ez úgy kell elképzelni, hogy, hogy jó, próbálkoztunk más sportágat, most a kosárlabdát, tehát nem azért mondtam, mert én tűnök, mert tényleg próbálkozunk kosárlabdával egyébként. Hanem hogy ezt egyáltalán megszeretted, vagy bepotyatottak a vízbe, és akkor elkezdtél úszni, és elkezdett tetszeni, vagy az egész légkör, ami megfogott, a társak, az edzők, a minden, ami ez együtt jár ezzel. Mert ugye az ember úgy belegondol az úszásba, és látja persze a versenyeket, szurkolnak természetesen mindenki, és örület nézni azt, hogy hogy mentek, meg hogy jártak, az tök jó érzés mindenkinek, és jó az, hogy odaálltok a dobogó felsőkorán, de iszonyú munka van benne, és ezt is tudja mindenki, hogy az úszás az iszonyú munkát igényel, és nap mint nap, ugye reggeltől estig szinte mindig egyszerű. Így van, így van. Nagyon monoton sport. Hát, hogy kezdődött az egész, ugye iskolában űztem ezt a kosárlabdát, karatéztunk testvéremmel, ugye három sportot űztünk így egyszerre, még sok energiánk volt erre. De a végén ugye, én nagyon szeretek úszni, például ezt azért itt elsőre el kell mondani, és ott ragadtunk az úszodába, de én azóta élvezem, nem mondom, hogy könnyű sport, meg nem is ajánlom így senkinek, aki nem akar 6 órát vagy 7 órát eltölteni, így valamivel tényleg ez egy egész embert kíván. Mondhatnám, hogy ez a munkánk, ugye így már idősebb korban, és tényleg keményen kell edzeni, nem csak a vízben edzünk sokat, hanem a szárazföldön is keményen készülünk. Hát nem javaslom senkinek, hogy na menjetek az úszodába, és ez milyen élvezetes lesz. Annak ellenére nagyon szeretem, mert szép sportág, tényleg a versenyek elég izgalmasak, élvezhetők, nem egy csapatjáték, de így egyéni sportokban szerintem egy szép sportág. Igen, és ezen kívül eredményes is, óriási tradíciói vannak ugye Magyarországon. Hatalmas úszóink voltak, ugye olimpiai bajnokaink, tehát jó közéjük tartozni gondolom, mármint olyan értelemben. Így van, nagyon sok évre visszanyúlik ez a magyar úszósportnak a sikere. Még mindig abból táplálkozunk, azt mondom, abból a tudásból, amit így az elődeink összeortak, a nagyobb edzők, akár a sportolók, és azt mondom, hogy fel tudjuk venni a versenyt mindig a világgal. Mondjuk Európával egyértelműen szerint én biztos állíthatom, hogy a mi csapatunk a legjobb, annak ellenére nem vagyunk a legtöbben, mert a váltók nélkül az egyéni számokba simán leverünk mindenkit, én úgy gondolom. Ugye az érmek tekintetében. Bocsánat, ez rutintalan voltam, de megszólalt a telefon. Amit akartam még kérdezni, hogy ugye apukád is volt egyződ, ha jól tudom. Az elején talán? Nem, most is. Hát ő ugye főorvos 60-ban, mert az egyesületünk elnöke, de nem bírja ki, hogy nálam ott a parton, és... Hát akkor ő is részt vesz mai napon. A délután életzéseken minden nap ott van, ahogy mondom. Hanem ugye és ez pozitív vagy negatív? És egy részvesen itt, hogy ott van, és jó, hogy azért felügyelje a munkádat, de másrészt azért valahogy... Igen, nagyon nehéz, nem egyszerű a kapcsolatunk.
Én úgy mondom, hogy nagyon sok mindenbe tud segíteni, de azért vannak. Én negatív, pozitív, mind a kettő inkább így mondanám. De nagyon sokat ért az úszás, az ugye ő is azért jó 20 évet, 25, lehet, majd, hát 25 évet lenyomott ebbe a sportágba. Nagyon nagy a tudása ebből, de ő inkább azért még mindig a régmódból táplálkozik, ami azért van sok új dolog. Mondjuk ezért is ugye Amerika, meg ilyen téren vannak jönnek az új dolgok. Erre is mindjárt rátérünk egyébként az Amerikára. De én azt is biztosan kimerem jelenteni, hogy Magyarországon nagyon felkészülti a úszásban. Akár edzés, módszer, minden lehetőségünk meg is van. Aha, tehát pont ezt akartam kérdezni, hogy ahhoz, hogy ugye a világ színvonalon ott legyetek, és folyamatosan versenyben legyetek a akárkivel is, ugye volt egy időben a kínaiak jöttek elő. Mindig azért mindig a magyar úszósport ott volt, és ez nagyon fontos, nem csak az edzésmódszerek, persze azoknak is világszínvonalnak kell lenni, meg az edzőknek is világszínvonalnak kell lenni, hanem a háttér is nagyon fontos. És ide tartozik az, hogy milyen körülmények között készültök, mi segíti a felkészüléseteket, mivel táplálkoztok, mik azok a táplálékkiegészítők, amire majd rá fogunk térni, ami segít ebben, hogy elérjétek a céljaitokat, hogy ebben is úgy gondolt, hogy a magyar úszósport ott van a toppon. Igen, kezdjük behozni, úgy, szerintem lett egy lemaradásunk, így ez a 1996-tól 2000-ig, vagy onnantól egy ilyen kicsit lemaradtunk, azt mondom, de be lehet hozni ezt a lemaradást, és sokan dolgoznak azon, hogy ezt behozzuk. Szerintem mindenki maga is dolgozik ezen, mert szerintem ezek a távolságok teljesen átidalhatók, akár Amerika, akár mondjuk nálunk Japán, meg Kína, igen, ezek nagyon nagy ország, amik jó, nagyon hamar felfejlődtek, azt mondom, nagyon nagy támogatás van mögöttük, és sok lehetőségük is van, de mi mind meg tudjuk oldani, akár kevesebb lehetőséggel is azt, hogy fel tudjuk venni velük a versenyt. Nem egyszerű, de még mindig tartjuk a lépést. Ami mindig az egyébként egy kicsit úgy ott bujkál az olyan számokban, amit időre mérnek, ugye itt az atlétikát is ide számítjuk, és azért kicsit hasonlít is szerintem a úszáshoz, hogy mennyiben játszik szerepet, főleg itt a kínaiakra azért is tértem rá egy pillanatra, hogy a dopping kérdése. És azért fontos ez a kérdés, azt gondolom, mert nagyon sokan összekeverik azokat a táplálékkiegészítőket, vagy azokat a plusz ilyen vitaminokat, vagy kiegészítő dolgokat, amiket a sportoknak a mai világban, akik nem csak ugye a élen szeretne maradni, hanem oda is akar jutni, nagyon fontos, hogy ezek megfelelő módon ellátva legyenek ezekkel a dolgokkal, hogy ez mennyire van benne, ez egyébként a személyes kérdésem is, mert engem is érdekel. Tehát mennyi van olyan, hova lehet még fejlődni? Tehát hova lehet, ugye az idővel versenyeztek végül is valahol, tehát mi az emberi tűrőképesség, vagy a határérték ennek, hogy ugye a csúcsokat megdöntsétek? Én úgy gondolom ezt, ugye most nem mondhatjuk, hogy minden sportágban sajnos van dopingeset. Én úgy gondolom, hogy aki két hónap alatt lesz a világ legjobb, az nem táplálékkiegészítő. És ez egy ugyanolyan tudás, és hogy mondjam, ki kell ismerni, hogy mi jó, melyik embernek mire van szüksége, tényleg ahhoz, hogy a legjobbat tudja kihozni magából, melyik táplálékkiegészítőre, és ezzel nagyon sokat lehet fejlődni, de ez ilyen hosszabb időtáv, ugyanúgy az edzés, ben, és ugyan a táplálékkiegészítő hosszabb időtávra vonatkozik, hogy valaki elérje azt a teljesítményt, amit dopingol egy-két hónap alatt. Igazából ugyanazt a teljesítményt el lehet érni, de az egy sokkal hamarabb, látványos, még lehet, hogy egy kicsit magasabbra is lehet tőle mászni, de én hiszek abba, hogy táplálékkiegészítő a rendes étkezéssel, és tisztán ezt el lehet érni, viszont azt nem mondom, hogy fél év, én inkább akkor számoljam valaki két évet, hogy úgy akar kinézni, vagy olyan időeredményt akar elérni, áldozza rá, úgymond erre ezt a két évet, ezt a hosszabb időt, és tartsa be szigorúan, és akkor meg lesz annak az eredménye. Igen, én is azt gondolom, hogy a hosszú távra kell gondolkodni, és a hosszú távú kemény munkának előbb-utóbb meg lesz. Persze szerencse is kell hozzá, meg sok minden más minden, is, de ez a lényeg, hogy nem a rövid távra kell, nem arra kell összpontosítani, hogy hirtelen kívül eredményt érjen el. Így van, szerintem ezzel már sokan befülöttek. Nem szeretnék neveket mondani, de most akár Lance Armstrongot nézzük.
x év után kiderült, hogy mi történt ott, és szerintem ő is változtatna azon, hogy én úgy gondolom, ő elérhette volna hasonló, ugye ezt a hasonló eredményt, ő így döntött akkor, hogy ezt a módszert választja, de... Nehéz dolog ez, mert tudod, aki a csúcson már egyszer, és utána még egyszer oda jut, utána nem szeretne ott maradni. Tehát, és ez egy idő után már ugye a szervezete nem képes, főleg olyan formában, mint az ő esetében, mert azért jóval 30 fölött kis nyert, mégis esélye is volt nyerni, tehát ott már azért neki sokkal nehezebb, igen. Muszáj volt, így van. Korban sokkal nehezebb, ez úszásban is azért jelen van, hogy azért, ahogy idősödünk, nagyobb az izomtömegünk, nem bírjuk, mi nem bírjuk, hogy az atléták jobban bírják, mint az állóképesség megmarad, ők inkább lassabbak lesznek, mi igazából fordítva az állóképességünk csökken, de ezt fel lehet tartani, tényleg pont a táplálkozással, mert ugye a nagyobb izomtömeg nálunk nem mindig előny, azt, aki hosszú távú úszó, azt tovább kell cipelni, úgyhogy lehet, hogy 2 kiló izom az pont nem előny, hanem hátrány, és ezért szerintem a többi sportban is oda lehetne figyelni, és ezért ki lehet tolni ezt a időt, amíg ott lehet lenni a toppon. Te melyik távon érzed egyébként legjobban magad? Én 400-on megmondom, őszintén a 200-hoz. Még igazából 100-tól felfelé, 200-on se vagyok annyira rossz, de én oda szerintem kicsi vagyok. Aha. Úgyhogy a 400... Ez mit az, hogy kicsi vagy? A kicsi az, hogy a 180 centi oda nem elég. Igen? Igen. És ez miért? Ez nagyon érdekes dolog. Ez miért? Szerintem a kisebb úszóknál olyanok vannak elénk, akik robbanékonyabbak, nem vagyok annyira robbanékony, viszont nagyon jó bírom. Aha. Elég jó az állóképességem. Kiskoromban is ezt tanultam, mert ez igazából magyar specialitás, hogy nagyon jó bírjuk a távokat. Igen, mi nem foglalkozunk annyit sprinttel gyerekkorban, mint mondjuk a külföldi ország, ami hátrány, mert ezt is tanulni kell. De jobban áll a testem, ez én igazából ektomorf vagyok, hamar égetek kalóriát, sok munkával, vagy kevesebb munkával ugye, viszont nagyon sokat tudok dolgozni ennek ellenére, úgyhogy ez mégis ez a 400, ami sok melót kíván az áll. Meg azt is szeretem megmondani szintén. Hát azért ott volt egy-két erődöd, aki meg, Magyarországon, igen, aki... Ez magyar tradíció. Igen, tradíció. Nálunk a sprinterek nem érvényesülnek annyira, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek, és hogy nem érnének oda, de ebben kevesebb egy icipicit a tudásunk. Külföldiek ebben jobban elmentek, mint a állóképességi számokba. Elég sokat utaztok ugye külföldre, és most is ugye 5 hétig voltál Amerikában egy kemény felkészülésen estét túl, pedig aztán verseny most volt azért nem olyan régen. Hogy néz ki ez egyébként, hogy egy év alatt a versenyekre való felkészülés, a pihenés aránya, és ezt hogy használjátok, vagy hogy tudtok ugye csúcsra járni magatokat, hiszen egy verseny alatt azért hosszú felkészülés van, és arra kell érezni ugye azt a legjobb formát, fizikálisan, mentálisan, hogy a legjobb eredményt tud hozni, és ezt évente meg kell többször ismételni. Hogy vannak, és ugyanakkor ugye arról is sokszor beszéltünk, hogy nagyon sokan ott követik el a hibákat edzésekkel, hogy túledzik magukat, hogy nem hagyják meg a megfelelő pihenést az edzések után. És egy ilyen szakaszoknál nálatok persze a versenyidőszak után, a verseny után azért kell egy kis pihenés, hogy feltöltődjél fizikálisan, mentálisan, és utána újból szervezőben. Így van, igen. Én mondjuk ebbe kicsit változtattam a régi szokásokhoz, mert ugye nálunk azt mondom, hogy szeptembertől decemberig volt egy ilyen kisebb felkészülés, egy rövid pályaszezon, utána pihentünk egy nagyobbat, azt mondom, az 2-3 hét, ami az komoly pihenés, mert azzal pedig hamar el lehet épülni. És utána nyári nyomtunk. Persze, ki mit csinál az a pihenés alatt? Januártól nyári nyomtunk egy még keményebbet, és utána egy hónapos pihenőt. Ezt én már nem nagyon alkalmazom, inkább kihagyok egy heteket, azt mondom, de próbálom megtartani akár a erőmet, a felkészültségemet, a vízérzékelésemet, megyek vízbe egész évben, hogy tényleg mindig legyen egy komfortérzetem, és utána, amikor jön a verseny, persze ott azért jobban rá kell koncentrálni. Utána ki is kell engedni egyértelmű, mert nem lehet minden héten csúcson lenni. Ez képtelenségnek tartom, de erre a módszere változtattam így. Egyébként én is ezt vallom, és vallottam, amikor mi aktívan játszottam, hogy teljesen, tehát teljesen abban, hogy heteken keresztül és nem csinálni semmit. Én annál rosszabban nem tudok elkezdeni. Az nagyon volt, amikor még a pályafutásom elején azt csináltam, és utána a felkészülés még megszabadultam, nehéz volt, és inkább az, hogy megpróbáltam én is szinten tartani. Tehát kihagytam maximum egy hetet, de egy hét után már igen, és azt mondom, inkább most ilyenkor kétszer edzem, de akkor
lemegyek egyszer az uszodába, bohóckodom, kicsit tornázom, ott vagyok egy és fél órát, és ez pont elég arra, hogy ne hízzak el, ugye akkor nem, akkor egy kicsit lazában eszem, bulizunk ugyanúgy, lazában veszik az, ezt a nagyon monoton dolgot, és én úgy gondolom, ez jobban működik. Az, mert volt rá példa, hogy két napban 10 kiló feljött, most 10 kilót leadni, azért ez egy komoly dolog. Hát az az, és ezzel elég sokan küzdködnek, ugye az életben is, hogy leadjanak ennyi kilót. Így van. De én azt gondolom, hogy, hogy aki nem profi sportoló, és nem ebből él, és nem ezzel foglalkozik, annak is nagyon fontos az, hogy pihenés és az edzések aráját megtalálja, és sose lesz el teljesen, és nem kell túl edzeni sem magát, hanem mindig megfelelő legyen ennek a menete. Amit szeretnék még kérdezni, hogy itt az Amerikával kapcsolatban és a külfölddel kapcsolatban, hogy mi az, amit esetleg az első időben láttál, amikor elkezdtek utazni kifelé, ki külföldre, hát az úszóport lehet tudni azért annak ellenére, hogy ugye exotikus tájákra mennek, mert általában felkészülni, és nagyon sokan iriglik is ezért őket. Igen, igen. Viszont azért ott nem azzal telik a nap, hogy ülnek a menet a szélén és nézik a csajokat, azzal is telik néha, de azért kőkemény edzések folynak. Hogy mi volt az, amit te azért ezeken a hosszú felkészüléseken először tapasztaltál, hogy esetleg olyanokkal, akik ott edzettek, mert azért mondom más csapatok is edzenek ilyen helyeken, más országokból, amiket el tudtál esni, akár a felkészülésükben, mondjuk nem kimondtad arra, vagyok kíváncsi, hogy most ők hogy edzenek az edzésmetódusra, hanem az, hogy a pihenés, az étkezés, hogy milyen táplálékkiegészítőket használnak, mennyire van ott az orvosi háttér, stb. Ami nem csak ugye a mindennapi vizes edzésekre, hanem fontos ugye a szárazföldi edzésekre, és erre is rá fogunk mindjárt élni. Hát én úgy gondolom, hogy külföldön annyiban felkészültebbek, hogy ez régebb óta csinálják ezeket a dolgokat, többet foglalkoztak már, ezzel nagyobb a tapasztalatuk, nem mondom, hogy több a tudás, mert azt nem érzékeltem. Én igazából a mentális részét tartom ott egy kicsit, ugye, még egy ilyen, akár Florida, akár Dél-Afrika, a napsütésben kicsit lazábbak az emberek, lazábban is veszik a dolgokat, és ez sokszor előny, azt mondom, mi sokszor, ugye, akár túl tudjuk dolgozni magunkat, nagyon szigorúan tartjuk, magyarok vagyunk bennünk, van az, hogy tudunk keményen küzdeni, dolgozni, amíg egy, akár egy déli nép, vagy a, mondom, én igazából ezt a Dél-Afrika Amerikát láttam jobban, és ott úgy gondolom, hogy ők tudnak kiereszteni, és ez sokszor előnyükre válik. Szóval nem, én is úgy gondolom, hogy sokszor a több, az nem biztos, hogy több. És ez fontos, akár gondolom a testépítésben, akár aki csak valami eredményt akar elérni, akármilyen sportágban, nagyon, nagyon keményen kell dolgozni, de tudni kell, hogy hol a határ, én úgy gondolom. Nagyon jó. Lenne még egy-két kérdésem, és főleg az, ami szerintem mindenkit érdekel, hogy egyrészt meséld el, hogy telik egy olyan napod, amikor edzőtábor vagy, tehát amikor készülsz a versenyre, és mondjuk az edzőtáborban vagy, és minden nap az étkezésedben főleg az, hogy hogy telik a edzés előtt, edzés után, nap, hogy van elosztva, és talán majd meséld el azt is, amikor mondjuk pont ilyen lazább teljút, akkor hogy telik egy napod? Hát amikor nagyon keményen folyik a munka, ugye itthon, amikor nem edzőtábor vagyunk, az 5-kor kelünk, az egy elég korán van, 6-ra megyünk az uszodába, ott általában 2 óra, hát 1,5 óra ilyen szárazföldi munka, és utána megyünk a vízbe, ami 2 óra. Mit csináltok a szárazföldön? Szárazföldön nekem van egy erőléti edző, Tim Zoltánnak hívják, és ő például sokat lépcsőztet engem, ami állóképességre nem is tudom, hogy van-e jobb, vagy rosszabb. Ez a két dolog, igen. Egyébként meg saját testsúlyos gyakorlatokat végzek, ez a vízben nagyon fontos. Most ebbe lehet ezt a street workout-tól elhúzockodás, meg akár ezeket az új TRX-tel, ezek a core gyakorlatok, az nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg a vízbe tartsuk a testünket, hogy egyenesek legyünk, mint a nyíl. Ezt nagyon erőltetjük, és emellett azért súlyzózis nyúlok, de én igazából ezt a szakítást, lökést, ami ad dinamikát a testembe, azt nem is igazából nagyobb viszontömegre törekszünk ilyenkor, hanem hogy bennünk legyen az, hogy el tudunk azért keményen menni akár egy rövidebb távon, azért fontos a sebesség már 400-on is. Úgyhogy a szárazföldi munka ebből áll, ugye ez így azért felvált. És mit kajálsz? Hát fölkelsz 5 órakor? Hát a zappehel joghurta, ez a kedvencem. Jó. Elég sok, így indítom a napot.
utána edzés, minden edzés után egy fehérje cukor töltést azt rögtön, az egyszerűen kijelzik a testem, úgyhogy ez kötelező, rögtön azonnal, ahogy kijövök, akár a tornáról, akár az úszásról. Utána az ebédem az egy rizs csirke, azt én mindent én csinálok magamnak, úgyhogy ezzel el vagyok. Persze szoktam, ugye nálam azért lehet egy kicsit úgymond csalni, valami jó mártást, vagy szószt csinálok hozzá, amikor már utána alszom egyet, mikor felkelek, akkor egy lazac csirke, vagy lazac rizs, igen, ezzel folytatom, ugye edzés előtt legyen egy kis energiám, melyek a délutáni edzésre, azt lenyomom, kijövök ugyanúgy a fehérje, és este egy nagy steaket bevágok egy jó kis salátával, és utána mehetünk aludni. Igazából így néz ki, és ez így, hát egy 12 hetet azt mondom, hogy ez komolyan így lehet csinálni. Ez a max szerintem, most próbáltam a 16-ot is, azt gondolom, hogy kicsit sok, úgyhogy amikor nagyon oda kell fókuszálni, az így 12 hét bőven elég. Ebben azért benne van ugye három verseny, ugye három hetet elég keményen dolgozunk, utána egy kicsit leveszünk, felfrissülünk, elmegyünk egy jó versenyre, és ugye a 12. hétvégén egy főverseny, és utána azért szoktunk egy kis pihenőt kapni, amikor termünk, bulizgatunk, jól érezzük magunkat, kiengedünk, kirándulunk, nagyon szeretek kirándulni, így Ausztria, meg errefelé, szeretem Európát nagyon. Ha belülök a kocsiban, néha tényleg azt kimegyek Ausztriába, azt el vagyok ott 3-4 napot, és de akár így Magyarországon is bármere, Balaton környéke, azt is nagyon kedvelem. És ilyenkor lazább a kajálás is. És te hogy tanultad ezt meg egyébként? Mondták neked, volt olyan tanácsadó a csapat körül, aki elmondta azt, hogy hogyan kell étkezni és mit kell, vagy pedig ezt láttad, és olvastál róla, vagy tehát, hogy honnan jött ez? Mert először utána olvastam, ugye azt mondom, hogy így régebb, akár a táplálékkiegészítőnek, de volt az is segítségem táplálékkiegészítőtéren, kaja az nem, azt inkább magamtól szeregettem össze, de a utóbbi fél évben van egy komoly segítségünk, King Zoga, ő összeállította az étrendemet, táplálékkiegészítőmbe is komolyan segít, sőt igazából mindent ő mond, de azért nagyjából kommunikálunk is, hogy mi jó nekem, mi nem jó nekem, úgyhogy ebbe elég komolyan megmondják, hogy mit kell csinálni. És mennyire fél bele az étkezésedbe a fánk? Fánk? Például. Én igazából a fagyi az, ami... Vagy a fagyi. A fagyi az belefér. Sütis, nem vagyok sütis, azt mondom, a sütit meg tudom állni, de a fagyit azt nem. Szóval van egy jó fagyi a környéken, azt nem fogom kihagyni. És a tészták? A tésztával ugye... Attól függ, milyen? Én nagyon szeretem a tésztát. A tésztával meg Zogának is az a baja, meg nekem is, hogy az nem biztos, hogy az van benne, ami oda van írva. Megyük a tésztával, mint szénhidrát, nem lenne baj, de a rizs az biztonságosabb. De nagyon szeretem a rizst, úgyhogy tökéletesen meg vagyok vele. És akkor vége a versenynek, és utána következik egy pihenő időszak. Igen. Az a pihenő időszak, arra is kíváncsi lennék, ugye, hogy már érintetted itt nagyjából, hogy akkor lazulsz, meg kirándulsz, stb. De akkor is az érkezésre odafigyel tudatosan, hogy akkor jöhet a pizza, meg jöhet egy pohár sör, mondjuk az. A sör nem szeretem. Jó, én sem. Igen, a vodka. Nem, de tényleg bárkányra. Igen, a magyar kaják. Nagyon szeretem. De most voltam Franciaország fél évig, ott úsztam, ott készültem kicsit felfrissülni, így Magyarország után az agyam. Kellett a olimpia után egy kis változás. Felfrissülni Magyarország után az agyának. Tehát ez csak úgy szálljátok. Kicsit el kell utazni. Én az is gondolom, hogy el kell utazni egy embernek egy-két évre, hogy utána jobban is tudtam értékelni, hogy Magyarországon mi a jó, és külföldön mi a jó, és hogy mi az, amin szerintem nekünk is változtatnunk kell, magyaroknak, de mi az, amit nagyon meg kell tartanunk, mert annál jobb nincs a világon. Mi az a következő cél, ami előtted lebeg most ugye a felkészülésnek vége, most mi az, ami következő? Hát most elkezdtük a következőt, ugye Berlin, az augusztusban van, szóval azért ez messzebb van, úgyhogy addig van idő, de most így igazából járunk versenyekre, felmérjük magunkat, most, hát de keményen edzünk, mert azért vannak komoly versenyek, akár pénzdíjas versenyek, ilyenkor azért belefér, hogy egy ilyenre elmegyünk. És hát Berlin a fő cél, ugye EB van ebbe az évben, az egy nagyon komoly verseny, és igazából mindenki arra felé tekint. Ki a kedvenc úszód, aki
Hát én inkább azt mondom, hogy amelyek erről pont, és meséltem itt egy történetet, hogy mondjuk amikor világbajnos egyszer nagyon jó erőben volt, és reggel nagyon jól úsztam, és délután Michael Phelps és Ryan Lochte között kellett úsznom, ami az igen, az nem szeretem többet átadni. Vagy inkább még szeretem. Vagy még, hát úgy szeretem, most már felkészültem, hogy érzem magam, de ott azért meglepődtem az elején, úgyhogy. Már annyira más dimenzió egyébként? Vagy én még akkor így nem ismertem annyira, szóval nem láttam annyiszor őket, mert nem jártam arra fel, vagy nem tudtam ellenük versenni, vagy nem tudom miért nem jött ki úgy a lépés, és nagyon néztem, hogy hú, most ő az, akit láttam a tévében. Nagyon lesz hallgatni tőle, mindenki Michael Jordan kérdezi állába, és most én vagyok az, aki kérdezhet, és úgy azokat a kérdéseket teszem föl, amit én nekem szoktam föltenni. De amióta többször találkoztam ugye velük, akkor így könnyebben veszi az ember, és ő is átértékeli magát, hogy hú, mégis van esélyem, hiába ő a 9-szeres vagy 16-szoros olimpiai bajnok. Mindenképp ő a világban nem búszolja, ezt senki nem fogja elvenni tőle, de őt is verték már meg, volt rá példa, és ezért mondom, hogy bárki bárhonnan úgy gondolom, hogy felérhet azokhoz, akiket minden nap lát a tévében, őket kint nagyon megbecsülik, és azért, és ugye ezt közvetítik a világra, Amerikának azért szerintem ez egy specialitása, nagyon el tudja adni a saját embereit, amire gondolom Európa is képes lenne, de vagy látom kosárlabdát, azért őket is nem lehet verni, akár a szerbek, akár argentinok, akármi, ők is felnőttek hozzájuk, de ez így, gondolom ott is azért... De egy ideig mindenkiben azért benne volt egy Dream Team, és közé nincsen hozzájuk. És amerikai, és nagyobb a tudvik, de nem biztos, hogy ez így van. Na oké, és akkor ki az, aki tehát ő az, aki ezt szeretnél, tehát úgy mondom, hogy aki tényleg, aki most ez furcsa hangzik, de tényleg ki az, aki úgy előtted van, hogy szeretnéd azt mutatni, mint ő is. Mondjuk én hozzám a japán úszók közelebb állnak, mert mondom őszintén, akár méretben nem vagyok olyan nagy, mint Michael Phelps, és nem is ez az amerikai stílus, ez nem áll hozzám annyira közel, és a japánok azért nagyon-nagyon tisztel, nagyon szigorúak, nagyon tisztelet, nagyon fegyelmezettek, és nagyon komolyan, utóbbi 10 évben nagyon komoly dolgot tettek oda, és úgy is néznek ki, amiket láttam, hogy csinálnak gyakorlatokat, bemelegítés, amiket el tudtam lesni, az tiszteletre méltó, és én igazából őket tartom most így etalonnak. Attól függően az amerikai mentalitás az a legjobb a világon. Mi a célod egyébként? Mit szeretnél elérni? Vagy rövid távú célokra gondolsz, vagy pedig hosszú távú célokra? Gondolom olimpiai bejutósokba gondolkozol te is. Hát mindannyian ugye 4 évre tervezünk. Igen. Hát 2016-on biztos. Most és ugye... Igen. Így van. És ugye most úgy Budapest megkapta a 2021-es VB-t, úgyhogy... Lehet, hogy az lenne a legszebb, ha ott vonulnék így vissza, vagy nem tudom. Ha addig... Tovább az, még annyi minden így van, úgyhogy ezt nem mondom biztosra, hogy most ott leszek, de nagyon szeretnék addig úszni, és remélem lesz rá lehetőségem, hogy tényleg meg tudjam utoljára mutatni. Mert nem is azt mondom, hogy fizikailag nem leszek képes, én úgy gondolom, hogy ez mentálisan. Én is szeretnék már más csinálni, kicsit emberek között élni, vagy nem tudom, vagy azt az életet élni, amit egy dolgozó ember ilyen, mert ez hiába a munka, az úszás, nem ugyanaz, mert én bemegyünk az úszodába, és ott vagyunk egész nap. Engem is így hív egy kicsit a világ, úgy gondolom, de még bírom, és nagyon szeretem csinálni. És hogy remélem, hogy... remélem, én 2021, annál tovább nem hiszem, hogy ilyen... De addig még lesz ugye az olimpia, és az olimpián részt venni, ez sajnos nekem nem adott meg. Igen, neked nehezebb. Nekem nem adott meg. Ezt nagyon sajnálom, de nagyon drukkolok mindig az olimpikonoknak, és bízom benne, hogy ott látni fogunk téged, és csúcson leszel. Én is nagyon remélem. Legutolsó rosszul sikerült, hogy most sikerüljön egy jó. Hát ez így van. Jó, hát azt hiszem, hogy megtudtunk mindent, amit szerettünk volna, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Úgyhogy... Hát esetleg, ha több kérdés van, akkor azt majd tegyétek föl e-mailben. Köszönjük a figyelmeteket. A legközelebbi viszontlátásig. Sziasztok! Sziasztok.